A magyar élmezőny is képviseltette magát a nemrég Tatán rendezett szenior megmérettetésen, amely egy jó felkészítő verseny volt a közelgő Európa-bajnokságra. 2019-ben ugyanis Magyarország rendezheti a veterán asztali tenisz Európa-bajnokságot. A tatai versenyre szép számmal érkeztek versenyzők. Közel 130-an vagyunk, összesen 8 egyes és 6 páros korcsoportban zajlik ma a verseny. Egy rangos állomása már a senior, a veterán versenysorozatnak a tatai állomás. Különlegességét az ad idén, hogy 2019 tavaszán veterán Európa-bajnokságot rendez Magyarország Budapesten, és így gyakorlatilag a világbajnokaink is itt vannak, Frank Béla, Zahar Gizella, tehát az egész magyar szenior élmezőny elkezdte a felkészülést az Európa-bajnokságra. Van egy elképzelés, hogy egy olyan magyar válogatott álljon fel, amelyik a régi szép hagyományoknak megfelelően tud szerepelni, és mint a nem szenior kategóriában itt is egyfajta ranglista készül majd, és ennek alapján kerül központi dotációban a válogatott mez szenior versenyzőkre. A szenior versenybe én is beleöregettem már, ráadásul nálam is az első kategóriájába. Alapvetően nem szoktam indulni, mert versenyszervezőként más az ember dolga egy ilyen versenyem, de az az unikális helyzet adódott, hogy Jónyáné Németh Marika kért meg arra, hogy legyek a párja, és a férfiak között elindultunk, és hát egy Európa-bajnoknak, szenior Európa-bajnoknak nem lehet nemet mondani, és így akasztják a hóhért a délelőtt. Nálunk sokkal jobb és jobban jegyzett páros tudtunk megverni döntőszedben a legkisebb különbséggel, de nagyon örülünk neki, úgyhogy elgondolkodunk a következő 30 évben, hogyan tudunk majd még csiszolódni együtt. A tréfát félretéve nagyon örülünk, mert sokkal jobb páros tudtunk megverni.